Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír október 24-ére. Mars bolygó szimbolizálja az élet erőt, de jelenti a férfiakat is. Mars bolygó az indiai számítás szerint az ikrek jegyében van, tehát a levegő elemében. Vénusz bolygó az jelenti a szerelmet, vagy bennünket hölgyeket. Vénusz bolygó az indiai számítás szerint a mérleg jegyében van, tehát szintén a levegő elemében. Itt megvan egy jó harmonikus kapcsolat a nő és a férfi között. Merkur bolygó az jelentheti a tudást, de a kommunikációt is. Merkur bolygó ezen a napon, tehát október 24-én a holddal együtt hat. A holdnál vagy anyai témákról van szó, vagy lelki dolgokról, hiszen a hold az jelenti az érzelmeinket. Tehát fontos, hogy érzelmekről beszéljünk, vagy fontos, hogy tisztázzunk valamit az anyukával. Ez a hold Merkur konjunkción, így nevezzük ezt, amikor együtt hatnak, a szűz jegyében van. A szűz jegyénél valamit tisztázni kell, tisztázni a dolgokat, valamit rendezni. Ez a kapcsolat, a hold és Merkur kapcsolata jól hat ki ránk, hölgyekre, hiszen Vénusz bolygó a mérleg jegyében van, a hold és Merkur a szűz jegyében, itt megvan a közeledés, a kapcsolat, itt lehet valamit tisztázni, vagy lehet érzelmekről beszélni. Viszont ez a kapcsolat, hold és Merkur bolygó kapcsolata nem hat ki jól a férfiakra. Itt van a belső feszültség, vagy vannak félreértések. A jó hír az, hogy a hold és Merkur bolygó október 25-től kezdve már a mérleg jegyében van, tehát a levegő elemében sokkal könnyebb érzelmekről beszélni, különösen ami a szerelmet illeti. Tehát mi, hölgyek, legyünk kicsit türelmesek, és amikor elmúlt ez a nap finsternis, utána lehet párkapcsolatról, érzelmekről beszélni, meg lesz a levegő eleme, a könnyűség. Jupiter bolygó az adja a lehetőségeket, hiszen a szerencse bolygója, de utal bírósági ügyekre, vagy igazságra, igazságtalanságokra. Jupiter bolygó nem hat ki jól a férfiakra. Itt van feszültség. A férfiak valamit igazságtalannak látnak. Jupiter bolygó visszafele mozog, így fékezi az eseményeket, vagy utalhat a múltra is. Viszont hozzá kell tennem azt, hogy Mars bolygó, és a szimbolizálja a férfiakat, a határon van. Ezt szerettem volna ezzel a képpel szintén mutatni, hogy itt van ez a szép út, mint egy életút, de itt olyan, mint egy kerítés, tehát vannak korlátozások, különösen ami a férfiakat illet. De mivel Mars bolygó a határon van, ez nem csak az ikrek jegyének az energiájára utal, hanem a bika jegyére is. Hiszen a bika jegye még mindig kihat Mars bolygóra, tehát kihat a férfiakra. Az jelentheti a nyugalmat, az élet örömet. Tehát az a fontos a férfiaknál, akkor is, ha valami igazságtalanság történik, legyenek visszahúzódóak,
őrizzék meg a belső nyugalmat, ne foglalkozzanak ezekkel a dolgokkal, inkább várjanak, amíg magától rendeződnek az események. A nap az egy kapcsolatban áll Jupiter bolygóval. A nap az szeretne tisztán látni valamit, hiszen megvilágítja ezeket a dolgokat. De ez a kapcsolat a nap és Jupiter bolygó között kivált bizonytalanságokat, nem csak a férfiaknál, hanem nálunk hölgyeknél is. Ez lehet egy bírósági ügy, amikor nem tudjuk, milyen eredmény lesz. Vagy lehet egy bizonyos helyzet, amit úgy láttunk, hogy igazságtalanság történt velünk. De ezt most megvilágítani, odafigyelni erre, vagy ezt megbeszélni, most nem jó, hiszen nem tudjuk, mi a válasz, nem tudjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Ez lehet jó, de lehet rossz is. Jupiter bolygó most ragyog az égen, látható. Mars bolygó szintén van kisugárzása, de nem olyan fényes, mint Jupiter bolygó. Ez jelentheti a férfiakat, amikor úgy érzik, hogy mások állnak a középpontban, megvan a kisugárzás, ragyognak, dicsekednek, és mindenhol megkapják az elismerést, és ők, szegény férfiak, nem érik el ezt a csúcsot, ezt a ragyogást, lehet, hogy emiatt kicsit visszahúzódóak, emiatt vannak korlátozások, vagy lehet, hogy pontosan ezt a helyzetet látják úgy, hogy mennyire igazságtalan számukra. 28-án Jupiter eléri a tavaszi pontot a halak jegyében az indiai számítás szerint. És ez azt jelenti, hogy lesz egy új kezdet, lesznek megújulások, ami szerencsét is hozhat, hiszen Jupiter bolygó a szerencse bolygója. És most mutatok egy másik képet. Ayurveda az jelenti az életünknek a tudását, bölcsességét. Én úgy szoktam mondani az élet művészetet. Van három energiamező, mindhárom nagyon fontos. Vata, Pitta, Kapha. És ha megtekintem a napi horoszkópot, október 24-ét, akkor látható, hogy a tűz elemében nincs bolygó. Tehát nem látható tulajdonképpen. Hiányzik a bátorság és a lelkesedés. A föld elemében van a hold, Merkur bolygó és Szaturnusz bolygó. A víz elemében Jupiter bolygó, és a föld eleme, a víz eleme utal a kapha energiamezőre. Kell a biztonság érzete, valamit ki tudunk építeni, de az is lehet, hogy még valamit fogva szeretnénk tartani, és emiatt lassulnak az események. Viszont van mozgás is, hiszen a levegő elemében van Mars, Vénusz és a Nap, és a levegő eleme az a vata dósa, ami jelenti a mozgást. Különösen, ami a párkapcsolatot illeti, hiszen itt van Mars és Vénusz. Holnaptól, tehát október 25-től a Hold és Merkur bolygó szintén a levegő elemében lesz, hiszen elbúcsúzik a szűz jegyétől, és áttér a mérleg jegyére, a levegő elemére. És akkor úgy 25-től kezdve erősödik a vatadósa, ami azt jelenti, hogy lesz mozgás, előre mennek az események. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!